Sziasztok! Sziasztok! Hát megérkeztünk Kabala mamihoz, aki már 3 gyermekes anyuka. Hát gratulálunk! Köszönöm. Sok szeretettel itt van Bodza, és itt van velünk a mam háziasszonya, Judit. Hát cicizik is a Bodza, de már használt Sumit is. Igen. Hogy miért, azt mindjárt megmutatjuk, és valami nagy meglepetés van Judit zsákjában is. Bizony! Hoztunk Bodzának egy kis ajándékot, úgy tudjuk, hogy nagyon szereti a mamcumikat, úgyhogy a legújabb és leginnovatívabbat hoztuk el, a Supreme-et, ráadásul még éjszaka világít is. Ahogy látjátok, már az új mamcsomagolásban van, és az azt jelenti, hogy az alapanyaga a cuminak biokörforgásos, azaz a polipropilén, amiből készül a pajzs, illetve a gomb, és ez a sterilizáló doboz is, növényi olaj származékokra vezethető vissza. És a Supreme-et, hogyha a boltokban keresitek, ezt a lazac szint kell keresnetek, nagyon könnyen szinkódolva megtaláljátok. Mind a 3 gyerekünk cumizik, és 6 éve mam vásárlók vagyunk. Tehát ezt azért mióta Botival is már nem is próbálkoztunk soha semmi mással, mindig is a mamot használtuk. Nagyon szeretjük, én szeretem a dizájnt, a gyerek pedig szereti a cumit. Bocsa! Bocsa, hol van anya? Bocsa! Szia! Szia! Itt van anya, igen! Igen, itt van anya. Tökéletes fogsorúban, pedig aztán Aliz olyan cumis volt, hogy mindkét kezébe cumi volt, és még a szájába is. Ott, ha nem volt cumi, akkor, ha neki nem volt 20 cumi, akkor egy se. És gyönyörű fogsora van Aliznak, illetve inkább cumizom, mint hogy az ujjacskáját szívja, én azt mondom. Mert a cumit megfogom, elveszem, ha eljött az idő, és 2 nap, vagy ő teszi le magától, mert Boti például nálunk magától letette. Vagy pedig, de hát az ujjával meg mit kezdtek? Azt nem tudom elvenni, az ott van neki mindig, így van. Most, igen? Ez világítós? Bizony, nagyon-nagyon szuper. Az nagyon szuper, igen. Azt én nagyon szeretem. De? Az éjszakán, mert? Igen, mert amikor átmegyünk éjszaka a gyerekhez, akkor abból, és hogyha a gyerek az ordít, és neki azonnal vagy kell ha lenni, csak halljuk, annyira hogy jó, már. Hogy ott van, persze. És látom egyből, hogy ott nem világít. Nem kell villany kapcsolni, igen, igen, főleg úgy, hogy ne keltsük fel a másik gyereket. Ez egyből ott van, ezt nagyon szerettem, és ezen gondolkoztam már akkor is, pár éve, amikor használtuk, hogy ezt aki kitaláltam. Annak tuti volt, hogy a gyerek is kereste a A kis fénykristályok azok, amik jelzik. Ha feltöltjük nappal, akkor éjszaka nagyon szépen világítanak. A cuminyak rendkívül le van vékonyítva. Egyébként 60%-kal vékonyabb, mint a hagyományos cumi. 4-szer rugalmasabb. Tehát ez direkt olyan, mintha 2 kis fogacska lenne egyébként ott. Tehát ez kifejezetten az egészséges fog és állkapocs fejlődéshez van kitalálva. Viszont arra nagyon-nagyon felhívják a logopédusok is a figyelmet, hogy lapos, szimmetrikus legyen a cumi, mert hogyha megnézzünk mondjuk egy MR felvételt a szoptatásról, rengeteg ilyen tanulmány van, ausztrál tanulmányokat mi is folyamatosan szoktunk elemezni, abban benne van, hogy gyakorlatilag ugyanilyen az alakja, igen, a te mellbimbódnak, amikor szoptatod. Igen, teljesen lelaposodik a mellbimbód. És van rajta ez a skin soft szilikon felület, ez pedig olyan, mint a bőröd, ezáltal 94%-os az elfogadottsága a cuminak. És jött a kedvem a cumizásra. Nézzük meg akkor, hogy hogyan tudjuk lefertőtleníteni. Szerintem elpárolva. És az a jó, hogy teljes mértékben csira és baktériummentesre fertőtlenítetted, Bodzának rögtön oda is tudjátok adni. Ez például útközben nagyon hasznos tud lenni. Teljesen egyetértünk. Száthúzakat adra? Én is oda raktam. Jó. Kösz csumit! Most, hogy beköszöntött a meleg, most már úgy érzem, hogy szüksége van egy kis vízre is arra, hogy csillapítsuk a szomját. És ugye mindkét gyerekem ilyet használt, és azt annyira szeretem, amikor már picikét nagyobbak meg tudják fogni, és ugye későbbiekben is nagyon jó, meg hát ez a szín, ezért teljesen oda vagyok. Nagyon csajos. Nagyon csajos, igen. Most még ez a csöpögésmentes cumi fej van rajta, hogy ugye ezt gyakoroljuk, meg hát hogy hozzászokjon egyáltalán a vízhez. Pontosan. Az elején azért kiköpte, de most már nagyon szépen nyönyörűen elfogadja
és szereti is. És meg is nyugtatja most, mert szóval látta, hogy szüksége van rá, és ugye így nem kell cserélni, mert van a tápszeres, meg van a vizes tumi. És képzeld el, mikor először ugye tettünk neki bele vizet, így csak így rátettem a kis kezét, és most már ezért keresi és tudja. És ugye ebből lesz majd az, hogy rájön, hogy ő tud egyedül is inni ebből. Puha szimmetrikus jócsőre majd bőven ráértek János korában váltani, úgyhogy addig nyugodtan mehet ez. Okay. Ha nagyon azt érzed, hogy cukkog már, meg úgy többet szeretnél, akkor viszont váltsunk hármasra. Uh-huh, uh-huh. Ez a hármas, ebben is, és akkor a következő, ott majd a 4+ hónaposnál már a cseppmentes etető cumira is akár nyugodtan válthatsz. Ugye mi ezzel a nullás pluszossal kezdtük a pályafutásunkat, de kiderült, hogy refluxos, és szükségünk volt tápszersűrítőre, és észrevettem, hogy nem folyik azon, ideges lesz, kapkod, elkezdett sírni, rángatta a fejét, és akkor rájöttünk, hogy hát nyilván nem úgy folyik, ahogy szeretné a sűrítő miatt, és ezért mi már váltottunk kettesre. Nagyon jól tettétek, egyébként 6 különböző fokozat van, ugye van a nullás, az a legkisebb, a 0+-os, és akkor ti gyakorlatilag a 2+-osra váltottatok, tehát korban egyébként teljesen szuperül álltok. Mindig azt kell figyelni, és ezt nagyon-nagyon jól tettétek, hogy a baba igényeihez megfelelően, mert nem mindegyik baba ugyanolyan étvágyú, nem mindegyik olyan, ugyanolyan mohón eszik, vagy esetleg kicsit lassabban. Viszont szerintem lassan itt lesz az idő arra, hogy az etetőcumi 2-ről az etetőcumi 3-ra váltsatok. És ezeknek a szilikon etetőcumiknak van egy pici lyuk a végén, és nyilván a korosztálynak megfelelően egyre nagyobb, egyre több folyik át, van egy lassú folyású, ide is, itt nagyon szépen le is tudjátok követni, közepes átfolyás, gyors, és utána már jön a cseppmentes gyors. Úgyhogy szerintem ti itt fogtok tartani majd, Szandi, hamarosan. Igen, szerintem is. I've been a writer, I've been a mess, I've been a dreamer. Egyébként neked miért kell melszívó készülék azon kívül, hogy van még tejed, de hogy ő nem dolgozik már meg, érte? És annyira akkor lehet... nem. Szopizik még, 60-40 úgy fogalmaznék, a tápszer a 60. És én mindig azt mondtam, hogy tápszeres anyuka voltam, ugye, hogy úgyis megvan a kötődés, és ezt a mai napig tartom, hogy tápszerrel is megvan a kötődés, de teljesen más. Más, ahogy néz, ahogy fogja a mellemet, Az egy hidegrázós érzés. És ennek ellenére a tápszer is ugyanúgy kapcsolódik, ugyanolyan jó, de a szoptatás is. Szandi annyira jól csinálja, mert pont ezt szokták mindig az egészségügyi szakemberek is javasolni, akár szoptatós baba, akár tápszert kap, folyamatosan megvan köztetek a szemkontakt, és ugyanúgy beveszed a karodba, minthogyha szoptatnád őt. Ő is ugyanúgy kapcsolódik hozzá, tehát ez a nagyon-nagyon közeli kapcsolat ebből is látszik, hogy a cumisüveggel is ugyanúgy kialakítható. Nyilván a szoptatás egy emelkedettebb dolog, viszont ettől függetlenül ezt az élményt ugyanúgy meg tudjátok adni egymásnak. Támogatónk a babaápolási termékek forgalmazója, a MAM. Antikolik cumisüveg, kevesebb kólikás hasfájás, önsterilizáló funkció.